Először is szeretném bemutatni magunkat, a meghívón szereplő kínai kollégáink Hua Xiaohong és Michelle Xiao sajnos nem tudtak Sánkhájból Magyarországra utazni a rendezvény idejére. Az előadással ennek ellenére őket is képviseljük, és később róluk is ejtünk szót, valamint a velük való együttműködésről. Akik most jelen vagyunk, az Lukács Boglárka és én Szigfried Kattó, amiről pedig szó lesz, az a Sánkhájban végzett Hudesz Lászlóval kapcsolatos közös kutatási munkánk és annak eredményei. Tehát hogyan is vezetett az utunk Sánkhájba? Boglárkával a Budapesti Corvinus Egyetemen végeztünk 2010-ben településmérnök szakon, és már ekkor gondolkodtunk azon, hogy külföldön szeretnénk gyakorlatot végezni. A lehetőség az 2011-ben jött, ráakadtunk egy kínai közvetítő irodára, akik hát európai vagy amerikai friss diplomásoknak kínáltak gyakorlati lehetőséget Kína nagyobb városaiban. Ennek feltétele az önéletrajzzal és a portfólióval történő pályázás volt. Viszonylag hamar értesítettek is minket, hogy az elküldött anyagunk alapján több cég is jelezte szándékát arra, hogy fogadjon minket. Végül ezekből kiválasztottunk egy-egy sánkhelyi építészettel foglalkozó céget magunknak, és hát városépítészeti részlegükön meg is kezdtük a gyakorlatunkat 2011. decemberében. A kinti irodai légkörről, a munkatársakról látható itt a képen egy válogatás. Hozzátenném, hogy mindkettőnk esetében mi voltunk az első, és ekkor egyetlen külföldi gyakornok. Már kiutazásunk előtt hallottunk Hudesz Lászlóról, elsősorban Kálmán Ernőtől, akit ekkor ismertünk meg, és később Sánkhájban, mikor találkoztunk, már a további együttműködésünkről beszélgettünk. A terv ekkor még, és a kezdeti időkben is tulajdonképpen csak annyi volt, hogy kimegyünk, körbejárjuk a várost, megnézzük az épületeket, lefotózzuk, de egyelőre saját magunknak. Olyan 2 hónap elteltével, mikor már beállt a rendszer körülöttünk, a munkáinkon is túl voltunk néhány kínai projekten, el is indultunk a legkézenfekvőbb vonalon, felkerestük a sánkhelyi magyar konzulátust. Itt kaptunk több korábbi Hudesz kutatók által összeírt listát a Sánkhájban található Hudesz épületekről, majd neki is kezdtünk felderíteni ezeket. Látva, hogy mekkora mennyiségről és főként milyen minőségű épületekről van szó, valamint ezeknek a kapott listáknak az összehasonlításakor szembesülve már itt az elején a fennálló bizonytalanságokkal körvonalazódott az a gondolat, hogy végezhetnénk egy mérreható kutatást, melyből születhetne egy olyan anyag a végén, mely megkísérelni, helyre tenni a korábbi dokumentáció kérdéses, helyenként pontatlan részeit, vagy ki is egészíthetné azokat. Várható volt, hogy egy ekkora munkaidőgénye azért nagyobb annál, hogy azt végezni tudjuk a munkaidőn kívül, ezért úgy döntöttünk, hogy prezentáljuk ezt az ötletünket az irodákban, és megpróbáljuk rávenni ott őket arra, hogy hadd végezzük ezt a kutató munkát a gyakorlat keretei között. Ekkor jött az első olyan impulzus, amely azt jelezte nekünk, hogy Hudesz neve egyáltalán nem cseng ismeretlenül a sánkhelyiak számára. Mindkettőnk munkahelyén lelkesen fogadták az ötletet, elmondások szerint tisztelik Hudesz munkásságát, szeretik az épületeit. Az én főnököm egyébként kedvenc építészének nevezte az egyetemi tanulmányai óta, hiszen Hudesz Kínában tananyag az építészeknek. Ezen felül megígérték, hogy megadnak minden támogatást, ami a kutató munkához szükséges, és hogy örülnének annak, ha munkaeredményeképpen születhetne egy az épületeket bemutató dokumentáció, mert később, a jövőben inspirációként használhatnak. Hol kezdődött a konkrét munka? Próbáltunk beszerezni minden eddig megjelent angol vagy magyar nyelvű anyagot. 3 addig megjelent komolyabb könyv látható képen. Az előző Hudesz évre készült könyv, Jánosi Péter könyve, valamint Luka Poncsányi és Csejdi Júlia műve. Ezek közül az elsőhöz és a harmadikhoz tudtunk hozzájutni Sánkhájban. Ezen felül igyekeztünk nyilván minél több emberrel találkozni, akik kint tevékenykednek a témában. Így jutottunk el több professzoron keresztül Hua Xiaohonghoz, aki Hudesz Lászlóról írta annó diplomamunkáját, és azóta is kutatja a Hudesz életművet. Ma pedig a Tongji Egyetemen tart előadást a témában. Ő mutatott be minket, barátnőjének és munkatársának, Michelle Xiaohongnak, aki újságíró és a Shanghai Daily elnevezésű napilapnak ír építészeti témakörben cikkeket, ekkor éppen Hudesz Lászlóról.
könnyen barátságot kötöttünk így négyen, és hát a közös érdeklődés hozta magával a következő együttműködést is. Felkértek, hogy csatlakozzunk az általuk kitalált, és ekkor már íródó legújabb angol-kínai nyelvű hudeckönyv előkészítési folyamataihoz. Kutatásunkkal és grafikai munkáinkkal segítsük a kiadvány létrejöttét. Mit kell tudni erről a könyvről? Tulajdonképpen ez egy a Tongji Egyetem által szponzorált és kiadott könyvsorozat, melynek előző két kötete a sánkhályi háztartásokat és a sánkhályi hagyományos kínai lakónegyedeket, úgynevezett sikumeneket mutatja be. A közreműködésünkkel megszületett könyv címe pedig Shanghai Hudec Architecture lett, és ennek célja az volt, hogy a már megjelent nagy volumenű Hudec életútját és életművét mélyratan feldolgozó kötetek mellett legyen elérhető egy az úti könyvekhez formailag és tartalmilag is hasonló, az építészeti szaknyelvet teljesen mellőző, egy egyszerű hangvételű, úgymond zsebkönyv, amely hiányzott eddig a könyvpiacról. Nemrég kaptuk a hírt, hogy ez a könyv felkerült a 2013-as év 50-es bestseller listájára Kínában építészet témakörben, tehát mondhatjuk, hogy végül is sikeres könyv született, és beváltotta hozzáfűzött reményeket. Áttérve a saját magunk és a gyakorlatot biztosító cégeink számára készített munkára, mivel kutatásunk lefette az összes jelenleg Sánkhájban található Hudec épületet, ebben van a legnagyobb különbség az eddig megjelent kiadványokhoz, a Sánkháj Hudec Architecture-hez képest is, ami egyébként 28 épületet mutat csak be. Ezért a bemutatáshoz egy katalógusszerű formát választottunk. Ebből az idő rövidsége miatt most csak pár oldalt villantunk föl. Itt az elsőképpen látható a borító, valamint az összes máló épület helyét ábrázoló térkép. Itt kell szót ejtsünk arról, hogy többek között mi segítette Hudec Lászlót ahhoz, hogy nagyjá válhasson Sánkhájban. Látszik a térképen, hogy rengeteg épületet tervezett, amik teljesen szétszórva találhatóak a város területén. Ugye hogyan lehetséges ez? Akkoriban Sánkháj koncessziós területekre oszlott, a francia koncesszió mellett az angol és az amerikai koncesszió egyesülésétől kicsit délnyugatra volt a kínai városrész területe, és mivel Hudec magyarságának köszönhetően egyikhez sem tartozott, ezért mindegyik koncesszióból élvezhette a megrendelők bizalmát. És érdekes kettősség ez, hogy ugyanaz a dolog, ami miatt a magánéletben hontalannak érezte úgymond magát, ugyanez a dolog segítette üzleti sikerhez őt. Emellett nyilván tehetségével, talpra esettségével és politikai érzékével, mert aminek segítségével rendkívül ügyesen helyezkedett a sánkhályi elitben, érte el azt, hogy az a nincstelenül Sánkhájba érkező műszaki rajzolóként kezdő építész előbb partner legyen egy neves építészirodában, majd onnan kiválva saját céget alapítson, és sikeres elismert sánkhályi építész legyen. Egy-egy katalógus oldal, itt látszik az épülethez tartozó általános információk, az épület neve, címe, térképes ábrázolása, megközelíthetősége, az építés éve, egy rövid leírás és a fotódokumentáció mellett a minden épület esetében elvégzett építészeti felmérés adatait is tartalmazza, stílust, szintszámot, állagot, műemléki védettségének kezdetét és az épület jelenlegi funkcióját. Még egy dolgot meg kell itt említeni, aminek Hudec mesterévé vált, és már el is hangzott itt, hogy a Sánkhájban töltött aktív évei alatt, ugye majdnem 30 évről beszélünk itt, folyamatosan naprakész volt az európai stílus irányzatok, építészeti stílus irányzatok tekintetében, és mindig elsők között volt, aki egy-egy ilyen stílust vagy technikai újítást behozott Sánkhájban, és meghonosított ott. Ez a katalógusból kiemelt pár kép ezt hivatott itt időrendben bemutatni, tehát látható abszolút, hogy hogyan jutott el a neoklasszicista, majd eklektikus épületektől, az Art Deco-n át egészen a modern Bauhaus jellegű stílusig. Az is látható, hogy nem csak stílusban, de az épületek funkcióját tekintve is változatosat alkotott, a magánvilág mellett tervezett iskolát, kórházat, banképületet, hotel, templomot és gyárat is egyaránt. Itt a leghíresebb épületét, a szintén kiemelkedő Grand Theater mellett majdnem közvetlenül álló
parkot, tehát nem kell bemutatni. 80-as évekig, ahogy már mondták, Ázsia legmagasabb épület, az első úgymond felhőkarcoló volt, mely Hudec végleg beírta magát Sánkhely építészeti történelmébe, valamint a nemzetközi elismerést is meghozta neki az épület megtervezése és különböző technikai újításokat felmutató kivitelezése. Itt még egyetlen épületről ejtenék szót, közismert nevén a Zöld Ház, mivel a parkot emellett ez a másik olyan épület, amire felfigyeltünk a kutatás során, hogy minden sánkhelyi ismeri, és pontosan tudja, hogy hol található. Emellett ez személyes kedvencünk is. Erről az épületről egyébként a Tér és Forma Magyar Építészeti folyóirat, mely akkoriban a Magyar Modern Mozgalom első számú fóruma volt, 1939-ben publikált egy elemző cikket, melyet Hudec meg is köszönt levélben a szerkesztőnek, Borbíró Virgilnek. Hudec egyik utolsó épülete ez, nem sokkal azelőtt épült, hogy elhagyni kényszerült Sánkhájt. Látszik, hogy egy igazi érett modern alkotás, és ezzel a figyelemfelkeltő avantgárd formájával, ezzel a zöld színével és luxus kivitelő belső tereivel, például itt került az első lift magánvillába Sánkhájban. A sánkhelyek nagy kedvence lett ez az épület, legenda is kapcsolódik hozzá, miszerint a tulajdonos, ez a Wu, aki egy festékipari mágnás volt akkoriban, a kultúra és forradalom kitörésekor öngyilkosságot követett el kedvenc villájukban a feleségével. Egy utolsó vacsora keretében megmérgezték magukat, és ekközben egy klasszikus zenét hallgattak. A legenda szerint ezt a zenét pedig ma is lehet hallani. Az arra járok legalábbis hallani vélik, kiszűrődni a házból. Rengeteg hasonló történettel találkoztunk egyébként ilyen érdekességekkel a kutató munka során. Számtalan kalandban volt részünk. Legtöbbje az épületekbe való bejutáshoz kapcsolódott, hiszen többségük sajnos a leghíresebbek közül is sok ma üresen vagy évek óta tartó renoválás miatt lezárva áll. Esetleg új funkciója miatt nem látogatható egyáltalán. Például van egy fontos villaépület, amit ma a Sánkhely Biológiai Intézet használ, ezt megközelíteni sem lehet. Ezek felmérése nyilván ezáltal hiányos maradt. Ezekben az épületekben egyébként konzulátusi kérelemmel sem lehet bejutni, így a sorsuk bizonytalan kicsit, és a renovációk minőségéről sincs információnk. De hogy pozitív példát is említsünk, egyszer egy lezárt banképületre be a véletlen segítségével sikerült bejutnunk egyetlen percre, és akkor láttuk, hogy a régi fotókon látható értékes Art Deco díszítést, az eredeti díszítést meghagyták a felújítás során. Tehát úgy tűnik azért, hogy a kínaiak valóban felismerték ezeknek az épületeknek az értékét, és reményeink szerint meg is őrzik őket eredeti megjelenésükhöz hűen. Mindig nagy örömként éltük meg, mikor előrelépés történt a kutatás során, például amikor eddig fel nem fedezett Hudec épületét is, épület helyét sikerült beazonosítanunk. Az épületek felmérése közben egy másik érdekesség volt számunkra, hogy míg saját idejükben ezek az épületek az akkori emberek számára nyilván újszerűnek hatottak, az akkori városi szövetben, számunkra viszont nagyon is ismerős volt, amit láttunk. Ez a dia bemutat néhány Hudec épületeivel egy időben született magyarországi épületet, melyeket a sánkhelyi épületek mellétéve egyértelmű hasonlóság fedezhető föl. Ugye, mi is erre a magyarázat? Hudec 1910 és 14 között az akkori mai budapesti műszaki egyetemen tanult építés szakon, olyan mesterektől, mint Nagy Virgil, Pet Samu és Sulek Frigyes, valamint nyilván hatottak rá az ekkor Budapesten hódító stílusirányzatok Lechner Ödön, Lajta Béla vagy Kós Károly tolmácsolásában, melyek mind ihlető forrásként szolgáltak a sánkhelyi épületeihez, ugyanúgy, mint magyarországi kortársainak az itthon megépült épületek esetében. Az egyetemen megismert tanáraival és társaival, köztük Kocsis Ivánnal, Lechner Jenővel és Ivo Ervinnel, egyébként Sánkhájból is folyamatosan tartotta a kapcsolatot. Fél éves gyakorlatunk végéhez érve, tehát elkészült a kutatásainkat összefoglaló, egyelőre digitális formában létező dokumentáció, melyben összesen 38 projektet vizsgáltunk, és mivel egy projekten belül helyenként több egymáshoz tartozó épület van, ezért összesen jelen kutatásunk szerint közel 100 megépült épületről beszélünk, melyből kb. 77 ma is áll. Ezt a teljes, ma már nem álló épületekkel kiegészített listát szintén tartalmazza az anyag.
Munkánk eredménye ezáltal egy teljes pontos épületlista, mely használható lehet, mint adattár a későbbi műemléki rekonstrukciók, vagy akár az épületek funkcióinak fejlesztése során, valamint a további kutatások alapját képezheti, hiszen ez a kutatás itt nem állt meg. Fontos lenne a sánkhelyi archívumokban továbbra is sajnos szigorúan őrzött eredeti dokumentumok, Hudec által szignozott tervlapok és szerződések felkutatása, mely tisztázhatná néhány épületnél sajnos még mindig fennálló bizonytalanságot. Van, ahol Hudec nevével hirdetnek például nem általa tervezett épületet, más esetben Hudec épületet próbálnak más építésznek tulajdonítani. Ez egyébként a francia koncesszió területén egy népszerű dolog, nyilván a francia építészek javára.